Letartóztatta a bíróság azt a kamionsofőrt, aki tegnap 30 illegális bevándorlóval lebukott Veszprém megyében, tehát jó messze már a déli határtól. Ez az eset is azt bizonyítja, hogy nagyon komoly mozgás van a balkáni útvonalon, folyamatosan próbálkoznak a bevándorlók és az embercsempészek is, és ezt mutatják a Frontex számai is. Lakondi Györgyel, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójával kezdjük ezt a fél órát. Jó estét kívánok, tábornok! Jó estét! A számok, amiket most látunk, már a nevezhető talán így szokásos. Szóval a szokásos őszi télelei felgyorsulásból adódnak, mielőtt beköszönt az igazán nagy hideg? É, nyilván ennek is van egy bizonyos hatása. Aztán van ebbe olyan összefüggés is, hogy az embercsempészek a Járvány helyzet miatti fokozatos, egyre határozottabb és erőteljesebb szigorítások előtt szeretnének minél többen több embert eljutatni a célállomására. És vannak aztán olyan helyzetek is, amikor ö, ismétlődő határközeli mozgások mondjuk szerb, magyar határszakaszra átmegy, a, átmegy Romániába, az embercsempész által szervezett ö, csoport és onnan próbál bejutni Magyarországra, vagy Boszniába, horvát határon kísérletezett, aztán átjön Szerbiába, azért, mert ott a, az átmeneti táborokban jobb az ellátás és az elhelyezés, és utána tesz kísérletet a magyar határon. Tehát azt lehet mondani, hogy a Görögországtól egészen a magyar határig változó intenzitású és dinamikájú mozgás van, de kétségtelen, a tavalyi, tavaly előtti vagy az előtti évhez viszonyítottan is jelentősen emelkedett, több mint 34 és fél ezer volt a magyar határon a tegnapi napig elfogottaknak a száma, és igen magas a, az embercsempészek száma is. Az pedig, hogy most Veszprémbe, ahogy itt a felvezető elhangzott, fogták el, és hogy ez a déli határtól elég messze van, és sajnos nem tudjuk, hogy a déli határon jöttek-e be, mondjuk a neme Horvátországba, vagy éppen Ukrajnából, vagy esetleg Romániából, épp ezért a határozati rendszer és az ezt támogató jogi határzár megfelelő hatékonyságot biztosít a határőrizetben és az ezzel összefüggő biztonsági kérdések garantálásában. Borzasztó érdekes az, ami a kanári szigeteken történik. A tavalyi évhez képest hétszer annyi illegális bevándorló jelent meg eddig legalábbis az évben. A kérdés az inkább az, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akik már most ott vannak, mi lesz azokkal, akik később érkeznek, ha érkezhetnek majd, és persze egyáltalán nem utolsó sorban, mi lesz magával a turizmusára támaszkodó kanári szigetekkel? Hát a turizmus az már a járvány miatt egyébként is vagyis mondjam, csak talán történelmi mély pontra zuhant ott a Kanári szigeteken is. Itt egyébként a hétszeres növekedéshez abból adódik, hogy korábban Spanyolországba, a kontinentális Spanyolországba próbáltak átjutni elsősorban Marokkon keresztül, és Spanyolország egy komoly megállapodás kötött Marokkóval a határozott megerősítéséről és a határon való együttműködésről. Ezért lecsökkent jelentősen azoknak a számok, akik a siker reményével tudtak Marokkon keresztül spanyol határos férkőzni. Épp ezért az embercsempészek új megoldást kerestek és találtak is a Kanári-szigeteknél. Ez nagyon valószínűleg olyan megoldás lesz a vége, ahogy most lehet látni, amit Lampedusa-szigeténél, Olaszországnál már lehetett látni, és amit a nizzai terrorista is végigjárt nagy számba érkeznek, ott rövid valami fajta szűrés, ellenőrzés, kontroll után átszállítják őket a kontinentális Olaszországba, itt ez esetben ugye a kontinentális Spanyolországba, ahol aztán a kiutasítás nagyon gyakran reménytelen, vagy ha igen, meg is teszik, akkor is hasonló az olasz megoldáshoz, hogy hát adnak neki egy papírt, hogy ki van utasítva, aztán utána szabadon távozhat ezek a jelenségek, ezek sajnos jogállami problémákat jeleznek, hiszen a jogállam alapvető kritérium az, hogy a jogszabályokat be kell tartani, és a jogszabályok mindenkire vonatkoznak, legyen az állampolgár, vagy legyen odaérkező külföldi. A jogszabályok szerint igazolványok nélkül személyazonosságot eltitkolva, hatóságok erről elbújva, nagyon gyakran erőszakosan történő elkövetéseknél nyilvánvaló jogsértés áll fönt, a nemzeti jogszabályokat is megsértik, és az unió előírásait is, és szemmel láthatóan az Európai Unió, a brüsszeli központ nem óhajt szigorításokat bevezetni, nem óhajtja külföldi határakat őrizni, sőt, egyre határozottabb és jelentősebb politikai nyomás gyakorol azokra az országokra, elsősorban Magyarországra, akik a jogszabályoknak érvényt szereznek, és az állampolgáraik védelme érdekében szigorúan őrzik az államhatárt. Tegnap a migráció ügyben a nézeteltérések félretételét és kompromisszumokat kért a bizottság elnöke. Legalább egy fél tucat altéma szóba került ezen a megbeszélésen, kezdve azzal, hogy a bevándorlás új tehetségekkel gazdagíthatja Európát egészen odáig, hogy a kitoloncolásnak hatékonynak, de humánusnak kell lennie. Mi az, amit ezekből, és nem ebből a kettőből, hanem abból a nagyjából fél tucat javaslatból el tudnak fogadni, és mi az, amit teljes egészében elutasítanak? Nézze, 2015 óta nagyon sok fajta változatát tanulmányozottuk már meg a, a, széles spektrumát annak, hogy milyen okokkal és milyen feltételekkel próbálják legalizálni, magyarázni azt a jogellenes helyzetet, amelyek a személyazonosság tisztázása nélkül való tömeges illegális beáramlás és az ezzel összefüggő közbiztonsági, nemzetbiztonsági veszély sokszorozódása okoz. És 2015-ben már hallhattuk, hogy nagy számba érkeznek például a magyar határra, és be ezáltal Magyarországra azok, akik a, a és hasonló magas képzettségűek, mi nem találkoztunk ilyenekkel, és nem is hinném, hogy ez lenne a megoldás. Ezek mind arról szólnak, hogy segítő szándékát az embereknek fölkeltsék, illetőleg megmagyarázzák azt a megmagyarázhatatlan furcsa politikai nyomvonalat, amelyet ebben a migráció kérdésében követnek nagyon sok európai országban, de mindenek előtt a brüsszeli központba, és azt is megmagyarázzák, hogy miért kell büntetni, vagy megkísérelni büntetni azokat az országokat, akik nem úgy gondolkoznak, hogy ők. Ez nagyon súlyos az Európai Unió jövőjét, az európai közösséget, az európai kultúrát fenyegető álláspont, amelyet a magyar kormány leghatározatabban visszautasít. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm.